2 millió ajánlószelvény, így szólt a Fidesz ambiciózus terve jó 2 héttel ezelőtt. Mára 850 ezeret gyűjtött össze a pártszövetség. Eközben több kisebb szervezet túlgyűjtésre kiszorító zsdira panaszkodik. A stúdióban csak úgy, mint 2 hete a Fidesz operatív igazgatója Nyitrai Zsolt. Jó estét kívánok, képviselő. Jó estét kívánok, köszöntöm a Hír Televízió nézőjét. Hát akkor mennyi az annyi? Mert a hírt azt vettük valamikor a nap folyamán, de most este van. Gondolom, hogy mindig vannak friss adataik. Én továbbra is ezt a 850-es számot mondanám a Hír Televízió nézőinek. Ez az ajánlószelvény mennyiség, ami a képviselő jelöltjeink birtokában van. Ugye múlt héten hétfőn, február 8-án kezdődött az ajánlószelvényeknek a gyűjtése, és ugye ez nem volt teljes körű, mert hogy péntekig kellett, hogy a szabályok szerint megkapják a választópolgárok ezeket az ajánlószelvényeket, és hát azt is hozzáteszem, hogy Nyugat-Magyarországon ugye a leesett rendkívül nagy mennyiségű hó miatt azért nehezült ez az ajánlószelvénygyűjtés, de ez a 850 ezres szám, ez azt gondolom, hogy nagyon komoly eredmény, megmutatja azt, hogy tényleg 100 000 önkéntessel reális cél a kitűzött 2 millió ajánlószelvénynek az összegyűjtése, úgyhogy én ezúton is két irányban szeretnék köszönetet mondani. Egyrészt köszönöm a választópolgároknak, ennek a 850 ezernek, aki eddig is megtisztelt minket a bizalmával, és köszönöm az önkénteseknek, akik hóban, fagyban, szélben gyűjtötték ezeket az ajánlószelvényeket. Egyébként nem csak az önkénteseink gyűjtik az ajánlószelvényeket, hanem mindenhol ott vannak a terepen is, kopogtatnak a képviselőjelöltjeink is, mert ugye például az Obama kampány is azt mutatta meg, hogy lehet fontosak az internetes hirdetések, fontosak a különböző plakátok, de a polgárokkal való közvetlen találkozás, párbeszéd az a legfontosabb és a leghatékonyabb egy kampányban, vagy egy választásról felkészülésben. A 2 millióhoz képest még nincsenek a felénél, de a 850 ezer irgalmatlan nagy szám, főleg, hogyha a többiekét is megnézzük. De azt nem értem, hogy ha már ilyen nagy számmal rendelkeznek, akkor miért nem adták le jelöltekként a 750 darabot. Így például átengedték az első rajtkockát Komási Ákosnak, az MSZP egyik fiatal jelöltjének, aki így először adhatta le ezeket a cédulákat. Nem ez itt a cél. Tehát mi tényleg egy lehetőségként tekintünk az ajánlószelvény gyűjtésre. Egy olyan lehetőségre, amikor az ajánlószelvény gyűjtés apropóján bekopogtathatunk a választópolgárokhoz, és ott bemutatkozhatnak a képviselőjelöltek, beszélgethetnek az önkéntesekkel, föltehetik a kérdéseit. Tehát ez a 2 milliós szám az igazából nem is az ajánlószelvényekre vonatkozik valójában, amit mi kitűztünk célul, hanem legalább 2 millió párbeszédre, 2 millió személyes találkozásra a választópolgárokkal. Ma egyébként a központi hivatalban sokat beszélgettünk erről a igen nagy mennyiségről, ami összejött erről a 850 ezer támogató ajánlószelvényről, és hát abban maradtunk azért, hogy ez egy nagy siker, ez egy szép szám, nagyon nagy biztatása a számunkra a jövőre nézve, de arról beszélgettünk, hogy azért kellő alázattal, tisztelettel és szerénységgel fogadjuk ezt a támogatást, mert még az ajánlószelvény gyűjtés időszakában, a választási fölkészülésben is nagyon sok tennivalónk van, hát még utána a választási kampányban, azt követőleg meg végképp. Volt már egyszer ilyen céljuk, talán 1 millió választótól megszerezni ezt a célulát. Igen. Az hány nap alatt sikerült? Ezt lehet így mérni? Gyorsultak-e például? Mindenképpen gyorsultunk, ez köszönhető annak a 100 000 önkéntesnek, aki azért csatlakozott hozzánk. Az is mondjuk érdekességként kiemelhető, hogy eléggé fajsúlyos volt azoknak a támogatóknak a száma, akik az interneten keresztül jelezték, hogy a Fidesz jelöltjeit támogatják az ajánlószelvénnyel, ilyen módon is elősegítve a változást, és ilyen módon is pontot téve a Gyurcsány bajnai korszak végére. De nagyon sokan írtak elektronikus levelet, e-mailt, hogy keressük föl őket, vagy mondjuk nagyon sokan voltak, akik behozták az irodába, a választókerület irodákba ezeket az ajánlószelvényeket, és sokan voltak olyanok, akik az ajánlószelvény átadásával együtt a jelöltek bemutatkozó levelén szereplő adatlapot kitöltve még jelentkeztek önkéntesnek a későbbi időszakra, úgyhogy ezután is felhívom a figyelmet, hogy az önkéntes toborzás időszaka az természetesen nem zárult le, hanem sok még a tennivaló, sok a munka, várjuk az önkénteseket nagy tisztelettel. De amit most ön is elmondott, az fáj másoknak. Azt mondja az MDF-től az MSZP-n át, akár a Jobbik is, hogy a törvény szellemivel ellentétes, az, hogy önök túlgyűjtik magukat, és a többé kerül learatják ezeket a cédulákat. Én nem gondolom, hogy így lenne. Annak idején a jogalkotó szándéka az lehetett, vagy az volt, amikor meghatározta az ajánlószelvényt, mint intézményt, vagy bevezette, hogy legyen egy minimális társadalmi, egyébként demokratikus szűrő a választási indulások előtt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy meg kell állni mondjuk 750 érvényes ajánlószelvényként. Se
ez se azt ahogy, mondja, ahogy, ahogy említettem, mi egy lehetőségként tekintünk erre, nem is 2 millió aláírásszervényt kell feltétlenül hangsúlyozni, hanem 2 millió készfogást, 2 millió találkozást, 2 millió mosolyt. Változott a gyűjtés módszere, tehát ahogy a világ így előrébb megy, meg nyilván változik a magyar szavazási hozzáállás is. Önök tapasztaltak-e ilyen típusú változást? Másképp kell az embereket megközelíteni. Én 1994 óta veszek részt különböző ajánlószervény gyűjtési munkálatokban, és a mostani tapasztalatom az az, hogy soha ennyien nem hozták még be például önként egy választókerületi irodában, hogy adták oda, akár a saját környezetükben összegyűjtve a barátok, ismerősök, családtagok ajánlószervényét a képviselő jelölteknek. Ez mindenképpen szerintem egy újdonság ennek a nagyságrendje. Akkor könnyebb önöknek magyarul. Így van, valamint az interneten történő jelentkezést, vagy az interneten keresztül való jelentkezést emelném még ki. Időarányosan végezetül most hogy állnak? Tehát meg lesz-e az a 2 millió, ami ezt tudom, hogy nem kell mint számhoz ragaszkodni, de hát nyilván, ha már így kimondták, érdemes volna közelébe érniük. Így van, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy reális cél. A 850 ezer, amit a mai napig sikerült elérni, ez az a 850 ezer, ami a képviselőjelöltek birtokában, tehát kezében van. Én gyanítom, hogy ennél már azért több ajánlószelvényt gyűjtöttünk össze, csak még itt-ott az önkénteseknél, kint van a terepen, hogy így fogalmazzak. Egészen egyébként ugye március 19-ig pont 30 ad lehetőséget a jogszabály az ajánlószervények gyűjtésére. 2 millió találkozásig mindenképpen folytatni fogjuk ezt az ajánlószervény gyűjtést. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.